Tomi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre. Kávézol-e és hogyan iszod a kávét, feketén vagy fehéren? Kávézom, igen, és feketén. Köszönöm szépen. A feketén fehéren vendége ezúttal az a nyíregyházi származású fiatalember, aki a hétköznapokban végzett kreatív tevékenysége mellett szabadidejét vagy családjával tölti, vagy fut hazánk, illetve az öreg kontinens valamely pontján. A futásnak köszönhetően a számtalan élmény mellett mára már másfél száz érmet, befutó érmeket, illetve helyezésekért járó elismeréseket halmozott fel. Nemrégiben neki ítélte Nyíregyháza város az év extrém sportolójának járó díjat. Ezt az elismerést elsőként ő kapta meg a városi sportgálán. Vendégem Belus Tamás, kreatív szakember, terepfutó, aki környezetében már többeket is futásra késztetett, és aki igazi értékként beszélt választott útjáról, miközben válaszolt kérdéseimre feketén-fehéren. Cégvezető vagy, családapa vagy, férj vagy, és ugye mi a médiából ismerjük egymást, olyan, hát mondhatom olyan 15 éve akkor, hogy mi találkoztunk. A Gold FM rádió teremtett annó lehetőséget arra, hogy mi megismerkedjünk, és hát azóta nyilván kedves jó ismerősökként tudjuk egymást üdvözölni. Ez viszont szinte döbbenetes, amit én itt látok magam előtt. Most még nem kezdem el felsorolni, amit el tudok olvasni ezeken a érmeken, de amennyiről tudom, majd próbálunk beszélgetni. Mivel foglalkozol egyébként a hétköznapokban? Mi az, ami úgymond a munkád, és ami kitölti az életedet, ha éppen nem futsz A-ból B-be? Hát ha éppen nem futok, és nem a családommal vagyok, a feleségemmel és két kisgyermekemmel élek itt Nyíregyházán. Tamás a kisfiú, ő 7 éves, Anna-Liza a kislány, neki nemrég volt az 5. születésnapja, Isten éltesse. És hát a cég, amiben most már én is több mint 10 éve dolgozom, egy családi vállalkozás, szüleimmel közösen tevékenykedünk, és én elsősorban gyári vizualizációval foglalkozom, gyáraknak, üzemeknek készítünk feliratokat, táblákat, jelzéseket, installációkat, nagyon szeretem csinálni, és szerintem jól is csinálom, úgyhogy megtalálom benne a kihívást, az örömeimet, a sikereket, és hát a boldogulást is, úgyhogy. És hogyha nem ott keresed, vagy találod a boldogságot, meg a boldogulást, akkor az a másik tereped, amit futópályának, meg terepfutásnak hívnak. Igen, bár egy picit ez is kapcsolódik a munkához, mert a munkám nagyon gyakran hétköznaponként a Dunántúra, Budapestre, az ország más tájaira szólít, és ilyenkor mindig nálam van a futócuccom, és hogyha olyan vidéken kell, hogy utazzak, ahol hegyek is vannak, akkor én mindig összekötöm a kettőt, és az aznapi futóedzést azt valamelyik tájegységben, akkor azt le is tudom. Úgyhogy ez egy nagy könnyebbség, mert én egyébként a terep futok már több mint 10 éve, és a terepfutó versenyek döntő többsége azokat hegyekben rendezik, és hát itt Nyíregyházán ugye nem nagyon lehet erre jól felkészülni. A Debreceni úti felüljáron, meg egy ilyen 10 emeletesben kezdtem el felkészülni az első versenyeimre, és ez ugye nem volt könnyű, és most már azért többször eljutok hétköznap is hegyekbe edzeni, úgyhogy most már ez egy picit könnyebb, és ez, ahogy mondtam, ez ilyen kicsit több mint 10 éve kezdődött, akkor még városi versenyekkel. Egy Budapest félmaraton volt az első, amire felkészültem egy barátommal együtt, és akkor még dohányoztam, és nem tudom, 95 kiló voltam, vagy valami ilyesmi. De nagyon tetszett, és nagyon,
rákaptam, és aztán le is tettem természetesen a cigarettát, mint az egyik komoly akadályát annak, hogy én ezt picit jobban tudjam csinálni, és fogytam egy pár kilót, és aztán terepre tévedtem, jöttek az első terepversenyek, és ez utána hosszú időn keresztül egy ilyen egyensúlyi állapotban zajlott. Évente elmentem néhány versenyre, elég sokat edzettem, de azért nem túlságosan sokat, egy pár kilót leadtam, de azért nem volt ez annyira látványos, és hát éltem az életemet, és nagyon klassz volt az is. És aztán egy pár éve, szerintem még nem is volt három talán, 2,5 évvel ezelőtt az egyik edzőtáborban, amin voltam, ott szántam el magam arra, hogy ha egy picit szeretnék előbbre jutni a futásban, amire nagyon vágytam hosszú évek óta, csak ugye nem tettem bele még azt az energiát, amit ez igényelt, akkor hát többet kellene készülni, le kellene adni vagy 10 kilót, szóval felmértem, hogy nagyjából mi lenne rá szükség, és akkor valahogy ez nem maradt meg a vágyakozás szintjén, hanem készítettem erre egy tervet, ahogy mindig szoktam az élet más területén is, és elkezdtem ezt megvalósítani, és aztán hát ez nagyon elfajult ez a dolog most már, úgyhogy majdnem annyit edzek, mint egy profi sportoló, amit ugye nagyon nehéz a munka és a család mellett megoldani, de azért többnyire sikerül. Hála ugye a viszonylag rugalmas munkámnak és a feleségem és a gyerekeim végtelen türelmének, meg elfogadásának, hát nagyon sokat köszönhetek nekik ebben. És hát a magyar versenyek mellett most már külföldi versenyekre is eljárok, jöttek az első dobogók, az első győzelmek, úgyhogy hát igen, most már azt lehet mondani, hogy ott van fej mellett a családdal a futás is, mint a legfontosabb dolog az életemben. De egészen fiatal korodban sportoltál egyébként, tehát közel állt hozzád ez a dolog? Igen, tehát valamilyen sportot mindig űztem, de sosem voltam túlságosan kitartó egyikben sem. Az Arany János általános iskolába és gimnáziumba jártam, és hát az egy ilyen nagyon sportos iskola volt, úgyhogy ott aztán tényleg mindenre volt módom. Kézilabdáztam, kosaraztam egy időben, egy pár hónapot még fociztam is, úsztam természetesen, mint az aranyosok közül azért nagyon sokan. Úgyhogy mindig sportoltam valamit, sosem voltam különösebben kiemelkedő egyik sportágban sem, de lelkesen csináltam egy pár hónapig mindegyiket, és aztán kerestem valami mást, ami jobban érdekelt. Úgyhogy, úgy tűnik, ez az egyéni sport a tiéd, tehát hogy ezen az úton kellett elindulni. Hát ezt akkor én nem gondoltam volna, mert a futás volt az utolsó dolog, amire rá lehetett menni diákkoromban. Tényleg, tehát bármennyire is volt sportos gyerekkorom, azért a futóedzések meg a futóversenyek azok, hát tényleg én azt hangoztattam, hogy én akkor futok, ha kergetnek, tehát hogy ezt nem szívesen csináltam. És aztán, tudom, 26-27 éves koromban szántam el magam arra, hogy először elmenjek futni, lehet, hogy egy picit később, lehet, hogy 28-29. De hogy van az, hogy gondolom. Az ember elszánja magát? Mert persze ezt így kell megfogalmazni, tehát ez az az érzés. Na de azt valami nem váltja ki, vagy valaki? Kiváltó ok az volt. Vicces, hogy pont egy süti mellett beszélgetünk, mert egy fényképet láttam magamról. Egy szelet tortát ettem, valahanyadik születésnapomra kaptam a akkori barátnőmtől. Nem tetszett a fotó. Nagyon nem tetszett, igen. Tehát nézegettem a képet, és így megkérdeztem tőle, hogy én így nézek ki, és így mondta, hogy hát igen, de hogy ezzel semmi gond, csak... De szerintem volt, és aztán egy pár nappal később sétáltam egy bevásárlóközpontban, és az egyik nagy sportszergyártónak volt egy új cipője kiállítva, egy ilyen nagyon komoly marketing munka volt mögötte, ilyen, hogy kivetítőn mutatták, hogy azt a cipőt hogy fejlesztették meg, hogy profi sportolók mutatták be, hogy mennyire jó, és teljesen bedőltem a dolognak, úgyhogy lementem, lent volt egy üzlet, ahol ezt már árulták is, és ilyen felfoghatatlanul drágán megvettem ezt a cipőt. És még aznap kimentem benne a Borbányai lőtérre, a homokba, ez egy ilyen
egy ilyen minimál aszfaltos cipő volt, teljesen alkalmatlan volt arra, hogy én ott a melegben, a homokban fussak vele. De ez volt az első? Ez volt az első, igen. És ez ilyen, hát egy ilyen 800 métert futottam körülbelül, és utána telefonos segítséget kértem a hazajutásra, mert nem, nagyon elfáradtam. Úgyhogy ezzel kezdődött, és aztán pár nappal később mégis kimentem a következő pár száz méterre, és megkedveltem aztán ezt valahogy. Úgyhogy az első tél is sem szegte a kedvemet, szerintem ez volt egy ilyen fordulópont, amikor az ember annyira megkedvel valamit, hogy ha megváltoznak az egyébként ideális körülmények, az sem veszi el a kedvét a dologtól, és nem azon keseregtem, hogy most már hideg van, hanem azon gondolkodtam, hogy mit vegyek fel, hogy ne fázzak, szóval a másik oldalról közelítetted meg a dolgokat. Igen, igen, igen. A megoldást keresve. Hol szoktál futni, ha mégis itt maradsz a városban vagy a környékén? Említetted azt az első helyszínt, ez még mindig. A Lőtérborbány, ma reggel is futottam ott, de ez nem olyan gyakori egyébként, teljesen véletlen, hogy most ezt szóba került. A sóstói erdőben természetesen ugye adódik. Ott vannak azért érdekesebb ösvények is, nem csak ezek a széles ilyen erdei utak, hanem kis egynyomos ösvények is azért húzódnak itt-ott, ahol egy picit izgalmasabb a futás. A rekordtámpályákat is szoktam használni, mert bármennyire is hosszú távokon és terepen futok, a klasszikus atlétikai edzések is nagyon fontosak az én sportágamban, tehát a stadionban, a Sóstón, a tó körül, az új bújtosi pályán, ezeken a rekordtán csíkokon is meg lehet azért néha látni. Én nagyon szeretem Nagykáló mellett harangonnál is az erdőt, úgyhogy ott is előfordulok, és hogyha nagyon megszorít az idő, és nincs másra mód, akkor Borbányán a kis utcákon is ellézengek időnként, de hát ezt azért próbálom elkerülni, mert aszfalton nem igazán szeretek futni. Említetted, hogy sikerült, de nem annyira ez az első próbálkozás, tehát hogy nem volt egy nagyon hosszú táv, és hogy ki is tikkadtál a végére, de hogy nem szegte kedved, és hogy kitartottál, hittél magadban, meg hittél a célodban, bár azóta a céljaid, a kitűzött céljaid nyilván módosultak, egy kicsit nagyobbak lettek talán. Saját magadon túl, ki az, aki még legalább úgy hitt benned, és hát hogyha máshogyan nem is, de azért lelkileg támaszod volt? A testvéremet mondanám leginkább. Fruzsinával együtt kezdtünk el futni, legalábbis úgy nagyjából egy időben. Nem éltünk akkor egy városban, úgyhogy nagyon ritkán futottunk együtt, de mi ilyen közel maradtunk egymáshoz Fruskával, és sokat beszélünk telefonon, és ha tudunk, akkor találkozunk, ugye természetesen futunk is együtt, ugye ő is nagyon ügyes futó lett aztán. És akkor versenyeken is találkoztunk. És versenyeken is szoktunk igen találkozni, és hát vele mindig meg lehetett beszélni a futással kapcsolatos mindenféle nyűgöket, meg félelmeket, meg vágyakat, úgyhogy... De ez a mai napig így van. Uh-huh. És neki is vannak ilyenek? Igen, igen. Hogyne. Lehet, hogy nincs ennyi, de azért neki is nagyon sok van. Azért egy lánynak, ha karriert épít, hogyha gyermekei születnek, nehezebb dolga van ebben a sportban szerintem, mint egy férfinak. Főleg ugye a kicsi gyerekek mellett megtalálni az időt, meg az erőt a futáshoz, azért az könnyebb egy férfinak. De nagyon, nagyon kitartóan Fruzsi is, úgyhogy neki is sok ilyen van, igen. Mennyi ilyened van? Egyik szebb, mint a másik. Olyan gyönyörűek. De szerintem olyan 100 körül. Lehet, hogy egy picit több. Uh-huh. Biztos. Nem vagyok egyébként éremgyűjtő, mármint, hogy vannak, akik ezeket szeretik rendszerezni, és így kiteszik ilyen speciális éremtartó kis szerkezetekre a szobáikba. Nekem ezek így be vannak rakva egy dobozba, és hát ahhoz már ez nagyon sok, hogy mindet ki tud látható helyre rakni szerintem. Igen, azt szoktam csinálni, hogyha hazajövök egy versenyről, akkor az érem, amit ott kaptam, az egy ideig úgy szem előtt van valahol, leteszem cipős szekrényre, vagy ilyesmi. És majd ha megszoktad? És hogyha igen, ha már úgy feldolgoztam ezt az élményt, akkor aztán bekerül egy fiókba, és a fiókból meg időnként az a 8-10, ami ott összegyűlt, az bekerül a dobozba.
gyerekeim szeretnek vele játszani, hogyha hazajövök, akkor azt így szoktam mutatni, hogy na, akkor ezt most nektek hoztam, és akkor... Hát igen, ezt ahogy nézem, oda is lehet adni a gyerekeknek, mert ezek eléggé stabil, masszív valamik. Egyébként ezek befutó érmek, Tamás? Igen. Egy része befutó érem, egy része olyan érem, amit helyezésért kaptam, ez teljesen változó. Ezek között is van olyan, ami azt már látom, hogy ott második voltam, ezen első voltam, azon második, a többi meg befutó. Mondjuk így az asztalon lévőknél körülbelül, nem talán azt is megnyertem. Talán azt is megnyerted. Játszom egy kicsit olyat, hogy mondjuk így találomra én felveszek egyet-egyet, mondjuk hármat, és akkor így megkérnélek, hogy arról az adott versenyről mondjál már nekem valamit. Van itt egy ilyen, hogy... Mozart 100. Egy Mozart. Igen, ez egy nagyon klassz verseny volt Ausztriában tavaly. Salzburgból indul ez a verseny, oda is érkezik. És egy nagyon jó barátom ott lakik Salzburg közelében, kint él a barátnőjével együtt, ott dolgozik kint, és ő hívott meg, hogy töltsek ott egy pár napot, és edzünk együtt, és én ezt összekötöttem azzal, hogy mentem erre a versenyre. Ez egy 106 kilométeres terepfutó verseny a Salzburg környéki tavak körül, és az a körüli hegyeken. Egy csodálatos és nem túl nehéz pálya egyébként a Mozart 100-é. Tényleg olyan, mintha nem tudom, a turisztikai vezetők rajzolták volna be az útvonalat, a leggyönyörűbb kilátások. Tényleg csodálatos egy pálya. És ott futottam, ez egy világkupa futam volt, nagyon erős mezőnnyel, és előző este valami tejszínes tésztát ettem egy étterembe, és másnap hát voltak gondjaim emiatt a versenyen, de nem adtam fel végül, és nagyon szép emlék maradt, mert a verseny második felére teljesen jól lettem, és aztán ott nagyon sokat előztem. Úgyhogy jó, ez egy jó verseny volt. Ez is gyönyörű, különleges. Ez egy idei, ha jól látom. Ez egy idei, igen, ez a Vadlán terepultrának a ez nem befutó érem, ugye, hanem ez a helyezésért járt. Ez egy 108 kilométeres terepfutó verseny volt a Keszthelyi hegységben. Ezen most voltam először, nagyon sok jót hallottam erről a versenyről, úgyhogy... És fogsz menni legközelebb is? Hát nagyon sok a jó verseny, és ilyen hosszú, tehát 100 kilométer fölötti versenyekből egy évben 3-4-nél többet nem is azt mondom, hogy nem szabad vállalni, vagy nem tudok vállalni, mert tudnék természetesen, le is tudnám valószínűleg futni őket, de egyrészt a sérülések elkerülése miatt, másrészt pedig azért, hogy a lehető hát legjobb teljesítményt tudja nyújtani az ember, ezt ilyen 3-4-ben szoktuk maximalizálni. És hogy abban a 3-4-ben pont befér egy adott verseny a következő évben, ezt azért így nehéz, de biztos fogok menni erre, még valamikor nagyon jó verseny volt. Sokan futottak ott? 200 körül. Az nem számít kis versenynek Magyarországon. Tehát, hogyha ilyen távon 100-200 ember már elindul egy verseny, az már nem számít kis versenynek. 3-400 fős mezőnyök összesen nagyon szoktak gyűlni a 100 kilométeres távokra. Rövidebbekre nagyon, tehát még ettől nagyobb mezőnyök is szoktak lenni, de ilyen hosszú távon azért nem. Ez egy külön csoport, gondolom, a te típusú futók. Itt Magyarországon vagy akár a környező országokat is tekintve tartjátok a kapcsolatot? Most már talán nem mondhatjuk azt, hogy olyan, mint egy nagy család. Néhány éve még ilyen volt. Tehát tényleg egy pár tucat srác meg lány indult el ezeken a nagyon hosszú versenyeken. De ugye, hogy egyre többen vannak? Persze, igen. Hát a 20-30 kilométeres versenyeknek már sok ezer fős mezőnye van. Mert szerinted mi az oka ennek? Hát az egészséges, az egészségesebb élet iránti vágy, meg talán az, hogy azért most többeknek van már ehhez úgy hozzáférése. Időben is, meg a... Nem tudom, tehát olyan embereken látom azt, hogy belekezdenek valami ilyesmiben, ha nem is a futásba, akkor valamilyen rendszeres mozgásba, akikről korábban sosem gondoltam volna, hogy valaha mozog. Úgyhogy, ha most itt végignézünk ezeken az érmeken, mondd meg, hogy melyik a legrégebbi, ami a birtokodba került. Aha, csak most, amit itt találomra kiraktunk egy párat, hogy ugye egy... Hát szerintem ez a Bükkhegyi maratonos ott. Aha. Az a dátum rajta 2016-os. Van? 16-os? Akkor nem.
Ez is 18, és úgy látszik sikerült, sok itt hogy a friss. A... Mostanában voltál otthon? Voltam, igen. Egy. Nem tudom, hogy melyik ezek közül a legrégebbi. Mindegy is, akkor nézzük meg ezt. Lehet, hogy ez a kaptárköves. Na, nézzük, azt akkor erre mondjál nekünk valamit. A déli bükkben rendezik ezt a versenyt, és én ott voltam az elsőn is, 7 éve talán, és a tavaly volt az első, amire nem tudtam menni, sajnos. Osztálytalálkozom volt, meg esküvő, meg szóval nem jött össze. Nagyon sajnáltam, mert én ott voltam az összesen, én voltam az egyetlen, aki az összes kaptárköveken ott volt. És ez nem túl hosszú, de nagyon szép kalandos pálya van rajzolva, most egy kicsit más a pálya már, Felsőtárkányból indul, oda is érkezik. És nagyon barátságosak, kedvesek a szervezők, ez egy ilyen pár száz fős verseny. Úgyhogy, és ahogy a nevében is benne van, ezek nagyon érdekes geológiai képződmények, a kaptárkövek, és úgy van a pálya megrajzolva, hogy elhalad egy pár mellett, pár ilyen kaptárkő mellett, és az egy ilyen nagyon látványos dolog. Mióta futsz a földrajz tantárgy, és egy kicsit kiszélesedett az életedbe, így a látókörödet tekintve, én úgy gondolom, hogy, és nagyon érdekes, hogy az általad megismert, lefutott terepeknek köszönhetően, hogy mindig megemlíted, hogy az milyen természeti környezet. Tehát akkor tudsz erre is figyelni? Tehát ez is belefér abba, hogy tudj gyönyörködni abba a tájba? Hát minél hosszabb a táv, annál kisebb az intenzitás, és minél kisebb az intenzitás, annál nagyobb a lehetőség rá, hogy az ember egy kicsit rácsodálkozzon a környezetre. Tehát a nagyon hosszú versenyeken azért olyan nehéz lekötni magunkat, mondjuk 25-26, nekem 26 óra volt a leghosszabb versenyem, mondjuk 26 órán keresztül, hogy abba azért a nézelődés is bőven belefér. Egy rövidebb versenynél, mondjuk egy 20-30 kilométeres versenynél, ahol ilyen nagyon erős tempóban, nagyon keményen végig kell tolni az egészet, ott nincs nézelődés, ott szerintem a lábam elé nézek végig, és nem nagyon pillantok rá még a kilátásra sem, de a hosszú versenyeken igen. És egyébként, ha már természeti környezet, akkor tényleg olyan gyönyörű helyekre jutottam el a versenyek miatt, ahova biztos, hogy nem jutottam volna el egyébként. És most már ez ilyen teljesen proaktív, előfordul. Most például a Pireneusokban azért fogok jövőre elmenni egy versenyre, mert tök rég szerettem volna elmenni a Pireneusokba, és akkor most itt az ok rá, hogy hát van ott egy klassz verseny, amit így kinéztem magamnak, és beneveztem, és akkor így ez egy mód rá, hogy az ember tényleg így jól emlékszem, tehát a francia országi terep, olasz országi terep, tehát ezek neked már megvannak így az életedben. Tehát, igen, hát itt többször, már jártam. Így igen, van. Viszont mi az a legutóbbi nagy esemény, ami talán a legnagyobb is egyébként, ahol a célba te futottál be elsőként, ez egy ultramaraton volt, ha jól emlékszem. Igen. Erről pár szót mondj nekünk. Hát amikor azt mondod, hogy a legutóbbi nagy, akkor nekem legalább három eszembe jut. Szuper. Én ugye, amit láttam, mint a kedves ismerősöd a közösségi felületen. Szerintem egyébként a Salomon Ultra Trail Hungary-re gondolsz. Az a legnagyobb magyar terepfutó verseny, esemény. 1400-1500 indulója van a több tárgynak. Ez nem magyarországi volt? Jó. Akkor ki fogjuk találni. Szerintem Olaszország volt egyébként. Aha. Jó, hát ha Olaszország, akkor a Dolomitokban, az Ultra Dolomitok. Aha, akkor lehet, hogy az volt. Igen, ez Cortinából. Igen. Cortinába érkezik, az én távom az nem Cortinában rajtott, hanem máshol. Ez 85-6 kilométer volt, és hát tényleg a legszebb hegység volt, ahol valaha futottam. A francia Alpoknál is lenyűgözőbb volt a Dolomitok. Olyan sziklaképződmények, meg vízesések, meg olyan kristálytiszta folyócskák voltak, hogy tényleg az ember ámult, és nekem ez nem volt célverseny, ami azt jelenti, hogy nem volt benne abban a pár versenyében az évnek, amikre ki van hegyezve a forma, meg ahol tényleg a legjobbamat akarom nyújtani. És ez fantasztikus volt, hogy tényleg tudtam
egy kicsit lazábban, egy kicsit ilyen szétnézőben is futni. Úgyhogy? Valaki elkezdett így a családban, te miattad ráhangolódni erről a sportra? Futásra anyukámat teljesen megfertőztük a testvéremmel. Édesanyám is fut, hát szerintem bőven 1000 kilométer fölött egy évben, tehát ő is viszonylag sokat, és azt hiszem ez a hatodik év, hogy minden évben lefut egy maratont valahol Európában. Kislányom gyönyörűen fut, nagyon szabályosan, és nagyon szimmetrikusan, és gyönyörű mozgással. És ő szokta is mondani néha, hogy ő futónő lesz. Tehát, futónő? Futónő, így szokott fogalmazni, hogy futónő. És tényleg nagyon jó a mozgását, remélem, hogy ha lesz hozzá kedve, akkor én nagyon fogom támogatni, ha szeretne futni. Tomi, te hol végeztél? Ide jártál középiskolában Nyíregyházára. Igen, meg főiskolára is. Főiskolára is ide jártál, és soha nem akartál elmenni Nyíregyházára? Nem különösebben. Nem, egy nagyon jó barátom mondta ezt, a Ágost Tonóri, ő osztálytársam volt a gimnáziumban, és most főorvos, talán már főorvos is itt Nyíregyházan. Ha nem, akkor szerintem az lesz hamarosan, hogy hát valakinek maradni is kell. Uh-huh. Tehát, hogy persze az embernek nyilván lenne módja, meg nekem is lett volna módom máshol boldogulni, de egyrészt tényleg szeretem Nyíregyházát, és ezt nem csak úgy mondom, hanem nagyon sok minden köt ide, itt élnek a szüleim, akikkel nagyon erős a kapcsolatom. Úgyhogy nem. Megint nem bárhova el lehet menni, igen, mint most bebizonyítottad. Ha másképp olyan... nem, a két lábadon elfutsz bárhova. Igen, de tehát, hogy a munkáim döntő többsége sem Nyíregyházán történik. Uh-huh. A versenyeim sem itt vannak, nagyon sokszor nem itt edzek. Nem, ez a mai világ már nem... Annyira mobilok vagyunk, és olyan dolgokat meg tudunk tenni, amik azért régen nem feltétlenül voltak lehetségesek. Utolsó kérdés, mi a következő verseny? Következő verseny, az hát idén lesz még egy, december végén a Tokaji hegy oldalában szerveznek akadályfutó barátaim minden évben. Most lesz már a harmadik alkalom, lesz egy 20-21 kilométeres versenyt, az december legvégén lesz, arra biztos, hogy el fogok menni, az egy nagyon jó munka. A korábbi kettőn is voltam, és még lehet nevezni, úgyhogy hajrá mindenkinek, gyertek el is. És hát a jövő évi versenynaptár az már nagyon szépen betelt. Úgyhogy lesz Pireneusok, lesz Horvátországban, az Isztriai félszigeten egy nagy 160 kilométeres verseny. Remélem, hogy jövőre is eljutok a Mont Blanc körüli nagy terepfutó fesztiválra, az UTMB-re, ezen dolgozom most is, úgyhogy a Pireneusok, mint ahogy említettem, uh-huh. Tehát nagyon sok verseny lesz jövőre is. Remélem, hogy sérülések nélkül, mint ahogy ebben kell mindig nagyon bíznunk. Hogy... Ezt kívánjuk neked, hogy ez így legyen. Mi pedig, akik csak így ámulunk és bámulunk, azt mondjuk, hogy bárhova utánad, mint turista nézelődő elmennék, de egyelőre azt, amit te csinálsz, azt úgy gondolom elég kevesen vállalják be. Köszönöm, Tomi, hogy beszélgettünk, és sikereket kívánok neked. Köszönöm szépen, köszi. A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsé cukrászda.